A Kínával szembeni brüsszeli szankciókat az uniós országok lakosainak több mint kétharmada elutasítja, ez derül ki a század vég friss kutatásából. Az intézet vezető elemzője az m arról beszélt, hogy ezek az intézkedések nem az európai gazdaság fejlődését segítik, és nem is az európai munkahelyek lesznek a nyertesei. Ezzel szemben Orbán Viktor kínai látogatásán a héten arra hívta fel a figyelmet, hogy igenis keresni kell az együttműködést a keleti országokkal, ez ugyanis Magyarország érdeke. Csúcsvállalatok vezetőivel tárgyalt a héten Orbán Viktor kínai látogatása során. A magyar miniszterelnök egyeztetett a világ legnagyobb elektromos autógyártó cége a kínai BYD alapító elnökével. A kormányfő a digitális jövőről tanácskozott a Huawei alapító vezérigazgatójával, és megbeszélést folytatott a kínai Ipari és Kereskedelmi Bank vezetőjével is. Az ázsiai ország Magyarország kiemelt gazdasági partnere. A tavalyi év végére a kelet-európai régióban hazánkba érkezett a legtöbb kínai beruházás. A nyugati versenyelőny korszaka a véget ért. Új helyzet állt elő, a nyugat versenyelőnye csökkent, a míg a keleti világ, világ, világ megerősödött, mutatott rá a magyar kormányfő az egyövezet egyút kezdeményezés csúcs találkozóján. Kiemelte az a kérdés, hogy hogyan reagál erre Európa. Az európai dilemma úgy szól, Blokkosítsuk-e a világgazdaságot, vagy versenyezzünk, protekcionisták legyünk, vagy keressük az új korszak együttműködési és összekapcsolódási lehetőségeit. Az Európai Unió vezetése azonban nem lehetőséget, hanem jelenleg kihívást lát a Kínával való együttműködésben. A Kínával szembeni fellépésről beszélt az Európai Bizottság elnöke szeptemberi évértékelő beszédében. Ursula von der Leyen többször felvetette, hogy az ázsiai országgal szembeni szankciókra lenne szükség, főként Oroszországhoz fűződő viszonya miatt. Az uniós testület vezetője bejelentette, az EU büntetővámokat vet neki a kínai elektromos autókra, mert Brüsszel szerint a kínai gyártók az állami támogatás miatt tudják nyomotáron adni a termékeiket. A bizottság szubvenció ellenes vizsgálatot indít a Kínából érkező elektromos járművek kapcsán, jelentette be Ursula von der Leyen. Az európai emberek véleménye Kínával kapcsolatban jócskán eltér Brüsszelétől, állapította meg a század vég. A legutóbbi felmérésükből kiderült, a Kínával szembeni brüsszeli intézkedéseket az uniós országok több mint kétharmada esetében a közvélemény inkább elutasítja. Azt írták, az Európai Bizottság elnöke Joe Biden amerikai elnökkel folytatott márciusi találkozója óta fordulatot sürget az EU-Kína politikájában. Kínában vezetőek a, a... szankcióknak nem az európai gazdaság, nem az európai emberek munkahelyei lesznek a nyertesei. Sokkal inkább úgy tűnik, hogy másoknak az érdeke, hogy ezt a politikát folytassa Brüsszel. Erről már Palóc Andrea századvégvezető elemzője beszélt az m Még az európai emberek nem értenek egyet a szankciókkal, addig Brüsszel erőlteti őket Kína irányába is, és közben gyakorlatilag egy olyan politikus találunk itt az Európai Unióban, aki ennek megfelelően, az emberek akaratának megfelelően próbál meg uh, itt helytállni, és az a magyar miniszterelnök. Látható, hogy közben ő folytat egyfajta kereskedelmi egyeztetést folyamatosan, hiszen Magyarországnak ez az érdeke. 2022-ben Kína az Unió legjelentősebb importpartnere, és harmadik, legfontosabb exportpiaca volt. A századvég szerint a fokozódó kereskedelmi konfliktus ezért súlyos következményekkel járhat az Európai Unió gazdaságának egészére és a lakosság megélhetésére nézve egyaránt.